Még szeptember közepén volt Farkas András Attila kecskeméti filmes alkotó legújabb kisfilmjének díszbemutatója az Otthon moziban. A Café Marilyn közönség találkozójára ellátogatott a film rendezője, a teljes szereplőgárda, a film operatőre, vágója és zeneszerzője is. Összeállításunkban a Café Marilyn című film születését kísérjük végig. A Café Marilyn az Aurora film Kecskemét filmműhely gyártásában készült, Farkas András Attila forgatókönyve alapján. Farkas András Attila környezetvédelmi mérnök, aki Bianca lánya filmes és színpadi sikerei kapcsán került közel a filmkészítés világához, és kapott kedvet a filmíráshoz. Mindig is szerettem volna fiatalabb koromban forgatókönyveket írni, csak azt gondoltam, hogy ez valami nehéz dolog. Aztán később, amikor a kislányom ugye belekerült ebbe a színházi filmes világba, és egy csomó forgatókönyvet kapott, amit én is elolvastam nyilván, akkor már azt láttam, hogy ez nem is olyan nehéz dolog, és írtam néhányat, és aztán elkezdtük megvalósítani őket. A Café Marilyn megszületése egy online forgatókönyv olvasó oldalnak köszönhető. Ez eredetileg a Script Reading Project nevű kezdeményezéshez kapcsolódott, ahol forgatókönyveket olvastak fel, és egy korábbi évben az én egyik forgatókönyvem ott sikert aratott, és abban viszont kevés párbeszéd volt, és amikor a következő évire gondoltam, hogy valamelyik forgatókönyvet be kellene küldeni, akkor eszembe jutott, hogy ott rengeteg olyan színész volt, aki a hangját jól tudja használni, és akkor a szinkron színész karaktere beugrott, hogy ja, és a másik dolog, hogy nyilván egy helyszínes és néhány szereplős forgatókönyvet szerettem volna írni, hogy aztán könnyen meg lehessen valósítani. Ugye amióta csinálunk filmeket, azóta tudom, hogy a pénz nagyon sokat számít a megvalósítás terén. Így aztán arra gondoltam, hogy legyen egy asztal és két ember, és beszélgessenek. És ezt próbáljuk meg valahogy a közönség számára eladhatóvá tenni, valahogy izgalmas sztorit írni, és legyen benne valami extra csavar, és akkor rögtön beugrott, hogy mi lenne, hogyha ugyanaz a hang lenne mind a két embernek. Az elkészült forgatókönyvben a népszerű színész, az ország egyik legismertebb szinkronhangjának tulajdonosa egy találkozóra kap meghívást a Café Marilynbe, ahol egy kávé mellett szembesül a furcsa ténnyel, hogy vendéglátójának a hangja szinte tökéletesen megegyezik az övével. És a hanghasonlás sok mindent tud róla, talán jóval többet is, mint amennyi a bulvár lapokból tudható. Kóstolja csak meg ezt a jó kis kávét, 4 cukorral, pont ahogy szereti. Leülhetek? Kérem, mintha csak otthon lenne. Tényleg hihetetlen. Egy pillanatra azt hittem, hogy hangszóróból szól, hogy ez valami átverés, kandikamera, ilyesmi. Bámulatos a hasonlóság. A könyvről szintén az interneten szerzett tudomást reszeli Sós András, a film későbbi rendezője is. Filmes fórumon ugyanez, kérte már tapasztalt emberek véleményét a könyveiről, és akkor elkezdtünk beszélgetni az egyik könyvéről, ami azt hiszem pont nem ez volt, és egész jó volt köztünk az összhang, hallgatott rám, én is értettem, hogy mit akar, tényleg nagyon érdekes agya van, nagyon érdekes nézőpontokat talál a különböző történeteinél, és szót követett, és egyszer csak pár hónap múlva rám írt, hogy úgy néz ki, hogy meg tudja valósítani az egyik könyvét, hogy lenne kedvem csinálni. Természetesen belementem, akkor találkoztunk is, és akkor jött a Covid, és a Covid után ismét rám írt, de akkor már ezzel a könyvvel, egy másik könyvvel, hogy akkor most ezt csinálnánk meg, mert az egy helyszín miatt ezt egyszerűbben, gyorsabban össze tudja hozni, és hát mivel egy az, hogy egy hangja van a két főszereplőnek, és hogy egy helyszín, és ez mind a kettő egy olyan kihívás jelentett, hogy gondolkodás nélkül igent mondtam rá, és csak utána kezdtük el felszeletelni a forgatókönyvet. Reszeli Sósnak a forgatás alatt is volt néhány csörtéje a szövegéhez erőteljesen ragaszkodó forgatókönyvíróval. Nagyon sokat küzdöttem vele, küzdöttünk egymással, hogy hát szerintem egy kicsit túl volt írva, most ezt mindenki eldönti, hogy ezt így gondolja, vagy nem, és ebből próbáltam egy kicsit lefaragni, és ebből végül 3 oldalt sikerült, ami egyrésztről nagy szó, mivel ővé a könyv, és ő a producer, és mégis engedett. Másrésztről néha úgy érzem, hogy még pár mondatot még mindig ki tudnék belőle ollózni, de a visszajelzések alapján örülök, hogy ennyit azért benne hagytunk, mert szeretik az emberek, egyelőre úgy tűnik.
A két éjszak alatt leforgatott közel fél óra játékidejű, egyetlen helyszínen játszódó film a rendezés jóvoltából mindvégig feszes, ébren tartja a néző érdeklődését. Az első lépés az az volt, hogy Mentes Matyival, a film operatőrével kitaláljuk képről képre, plánról plánra, hogy hogy fogjuk ezt elmesélni, mivel ugye egy helyszín, két ember beszélget, ez talán a legnagyobb feladvány egy ilyen kamaradarabnál, hogy ezt mégis hogy tudja izgalmasá tenni a képileg az ember, hogy ne AB legyen. Úgyhogy az első segítségem az a Matyi volt, meg hogy vele kitaláltuk a képeket, és utána hát persze a srácok Attila és Pityu, hogy nekik kellett nagyon izgalmasan előadni ezt a két karaktert, és hát meg kell mondanom, hogy nem volt olyan nehéz dolgom velük, mint gondoltam. Szerintem nem vettünk 2-3-nál többször jelenetet újra. A film egyik főszerepére Reszeli Sós András ötlete volt Király Attila felkérése. A színész aktuálisan a Tatabányai Jászai Mari Színház kötelékébe tartozik, és felkapott szinkron színész. Király örömmel vállalta a munkát az alacsony költségvetésből forgó független filmben. Szerintem nagyon kevés igazán jó forgatókönyv születik magyar nyelven, vagy hát én úgy képzelem, vagy úgy látom sajnos. Ez meg egy izgalmas dolog, és annyira evidensnek tűnő marhaság, hogy szinte nem is érti az ember, hogy ez miért nem jutott eddig eszébe senkinek. Király felkérése nem a szinkron színész, hanem a pincér szerepére szólt. Akkor először fölvázolta nekem a Reszeli Sós Andris, mert ővele Andrissal kicsit később találkoztunk. Tehát amikor a Sós Andris fölvázolta, hogy mi az egész, akkor én is mondtam, értem, mondom, csak én meg a szinkron színész. Mondta, hogy nem, én vagyok a pincér. Mondtam, hogy véget, jó, miért ne? És akkor, amikor elolvastam, akkor egy kicsit megértettem, hogy miért inkább a pincér vagyok én. Alkatilag egyszerűen közelebb áll, tehát színészileg alkatilag közelebb áll hozzám az, amit a pincérben kell játszani. És hát igazából nagyon vicces, mert ugye másfél szerepet játszik az ember, tehát Pistivel szerintem mi elég jól dolgoztunk együtt, ott ül mögötted, azért integetek arra fele, szerintem mi elég jól dolgoztunk együtt, de amikor őt kellett leszinkronizálnom, úgyhogy közben a saját hangomat is hallom, na az nem volt könnyű, tehát ez kifejezetten nehéz volt. Király Attila értelmezésében a figura, akit megformál, egyfajta igazságosztónak képzeli magát, de nem feltétlenül rossz ember. Ő azt gondolja, hogy ő egy igazságosztó. A rossz ember a sose úgy rossz ember, hogy ő azt gondolja, hogy ő rossz ember. A legszörnyűbb emberek is azt gondolják, hogy ők jót tesznek a világgal. Aztán, hogy ezt a világ miként látja, ez egy másik kérdés. Én szerintem, tehát hogy én nyilván őneki megpróbáltam, ennek a pincérnek megpróbáltam eljátszani az igazságát. Én szerintem ő nem gonosz, hanem nagyon szomorú. Nagyon szomorú és nagyon mélyen sérült ember, és borzasztó erővel megpróbál az életének értelmet találni. Ezt az értelmet találta meg. Ettől persze, ha kívülről nézzük, lehet, hogy pszichopata. Király partnerét a filmben Kőrösi István, az Újvidéki Színház színművésze alakítja, aki egy közösségi oldalon kapta a felkérést. Egyszer csak kaptam a Facebookon keresztül egy üzenetet az egyik szabadkai szervező lánytól, hogy szeretnék-e részt venni egy rövid film. És én úgy meglepődtem, mert azért én annyit nem forgattam filmeket, sok reklámot forgattam, de filmekben nem voltam annyira otthon. És mindjárt rám mondtam, hogy persze, ki szeretném próbálni, ez egy jó esély. És összekötött bennünket az Andrissal, a Farkas Andrissal, és ő elküldte a szövegkönyvet, elolvastam, mindjárt megtetszett, és persze, hogy elvállaltam. Körösi beszélt arról is, mit tart a könyv erényének. Hogy a cél, hogy szentesíti az eszközt. Tehát ez volt nehéz megkeresni, de ugyanakkor meg az is, hogy eljátszani ezzel a figurával úgy, hogy a végéig ne tudjuk, hogy ez valójában tényleg megtette ezt, vagy nem tette meg. Tehát rengeteg fordulattal és izgalommal van tele a szövegkönyv, és remélem a film is így sikerült. A film bemutatójára mintegy 100 fős közönség gyűlt össze az otthonmoziban, akik hosszasan érdeklődtek a legújabb Farkas András opusz elkészülésének körülményeiről. Szóba került egyebek mellett a Café Merilin fesztiváloztatása is. Az alkotók a 2022-es évben már csak az őszi fesztiválokra tudták nevezni a filmjüket, így 2023-ban számos további hazai és nemzetközi fesztiválra is elküldik majd a filmet.
Az eddigi szereplésről tudható, hogy a 18. Göcsei filmszemle fődíját 82 alkotás közül a Café Marilynnek ítélték. Korábban az Adolf Cukor Fesztiválon a legjobb thriller díját és egy külön díjat kapott a film. Tudomásunk van róla, hogy több nemzetközi fesztivál versenyprogramjába is beválogatták. A film többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Svédországban és Olaszországban is megméretteti magát ezekben a hónapokban. A Café Marilyn alkotói és szereplői jó érzésekkel fejezték be a film munkálatait, és készen állnak egy újabb Farkas András jegyezte filmben is közreműködni. Nagyon szerettem ebben, hogy kamaradarab jellegű az egész. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye voltunk hárman megszólalók, de igazából mi ketten játszottuk ezt végig egymással, illetve mi hárman a Reszel és Sós Andrissal, illetve mi négyen a másik Andrissal. Nagyon jól dolgoztam. Nagyon húzós volt, tehát két éjszaka forgattuk az egészet le. Meg voltam ijedve, hogy egy félórás filmet hogy lehet két éjszaka leforgatni, de lehet. Precíz és profi munkával meg lehetett csinálni, és nagyon remélem, hogy meg vannak elégedve velem, és hívni fognak máskor is. És hogy születik-e újabb forgatókönyv és film Farkas András Attila ötletéből? A könyvek garmadával állnak a fiókjában, csak támogatókra várnak. A rövidfilmeknek pedig akkor is van jövőjük, ha a mozik hosszabb idő óta már egyáltalán nem vetítik őket. Rövidfilmet készíteni ettől még érdemes, vallja az alkotó. Mozin keresztül nem jut el, csak a nagyon, nagyon vad fesztivál néző közönségig természetesen. Aztán majd egy-két év múlva felkerül a netre, és aztán bárki megnézheti. Meg hát lehet streaming szolgáltatóknál is próbálkozni, majd ha oda jut a dolog és sikeres lesz ez a film a fesztiválokon, meg is fogunk próbálkozni vele. Kis filmeket nem azért csinálják, hogy gazdasági megfontolásokból, hanem mert szeretnek filmet csinálni, és akik pedig szeretnek filmet nézni, azok megnézik a kis filmeket, és előbb-utóbb megtalálják.